az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretett testvéreim, egy hatalmas nagy tridumot kezdünk el, hiszen 2020-ban lesz Budapesten az Eukarisztikus Világkongresszus. 17, 18, 19. Három éven át fogunk készülni, és addig minden elmélkedésemnek ez a címe Emmanuel, velünk az Isten. Kedves testvérek, Isten sokféle módon van velünk, és mind összefügg. Mióta van velünk, és meddig, és hogyan, mi módon van velünk? Az első kérdésre a válasz a kérdésben magában van benne. Ha megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeretett minket, azt a szeretetet, amit Krisztus nyilatkozott ki, akkor olyan nincsen, hogy mettől meddig. Mert ha valamikor az Isten nem szeretett volna minket, akkor sose szeretett. És ha valamikor abba hagyja, akkor sose szeret. A teremtéstől fogva, öröktől fogva mindörökké. És hogy hogyan? Erre a kérdésre a kinyilatkoztatás, az Új és Új Szövetségi Szentírás ad választ. Tulajdonképpen Isten minden műve egy-egy lépés az ember felé. Velünk akar lenni. Ezeket a nagy isteni műveket soroljuk fel a Hiszek Egyben, a krédóban. A teremtéstől, a megtestesülésen, a megváltáson keresztül, az egyház alapításán túl, az utolsó napig, a dicsőséges föltámadásig. Érdekes, hogy a Hiszek Egyek soha nem említik az eukarisztiát, az oltári szentséget. Miért? Mert az egész erről szól. Egyrészt az apostoli hitvallás, az beavatás abba, hogy meglegyenek keresztelve, bérmálva, és a csúcspont az áldozás. Erre készíti elő. A níceai konstantinápolyi hitvallás pedig a krisztológiai eretnekségek elleni küzdelemben született, és 1000 évet kellett várni, amíg az ünnepi misékbe beleférkőzött, belecsúszott a Hiszek Egy, hála Istennek, keleten és nyugaton is, mert úgy érezték, hogy mikor vége van a predikációnak, meghallgattuk az írásokat, és most oda megyünk az oltárhoz, akkor most újra el kell mondani mindazt, amit Isten tett, mert az annak az erőterébe van. Ott teremtés történik, a megtestesülés folytatódik. Krisztus áldozata jelen van titokzatosan, és maga föltámadott. És mivel föltámadott testében van jelen, nyilván a Szentlélekben, és már megtörtént az, amit a Hiszek Egy végén mondunk. Ha Krisztus föltámadta, hogyan mondhatják egyesek, hogy nincs föltámadás? Krisztus föltámadása nem az, hogy visszajött erre az életre, mit intéztünk volna ezzel el, újra meg kell halni, hanem hogy a halálon túl él, és testben. Tehát Jézus testében az atomok, a sejtek, az univerzum egy új állapotba került. Tehát amit mi a Hiszek Egy végén mondunk és várunk, az megtörtént. Elmélkedéseinkhez felhasználom 16. Benedek pápa Isten közel van hozzánk című művét, alcím az Eukarisztia az élet középpontja. Isten velünk és közöttünk. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és emberré lett. Most a Szent Atya gondolatait foglalom össze. A Hiszek Egybe mi az élő Istenről beszélünk, nem pedig egy filozófiai gondolatsor utolsó megállapítására, hogy van egy abszolútum. Nem.
Isten megmutatta magát a megtestesülésbe. Mária méhéből előlépett ebbe a világba. A távoli Istenből Emmanuel lett. Velünk az Isten. Itt kell kezdeni az oltári szentség megértését. Emmanuel. Az ige testélőn. Tehát akkor, azt mondja a pápa, akkor emberi szavakra is le lehet fordítani. Akkor értelemmel is azért meg lehet közelíteni. Hát most ezt fogjuk tenni. Eddig a Szent Atya gondolatai. Na most, miután elfogadtuk Istennek ezt a közeledését, valaki elfogadja azt, hogy megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és emberré lett. És testvérek, ezt meg lehet ragadni, ezt a titkot, de csak a partjainál. Tehát azt lehet megmondani, hogy a megtestesülés mi nem. Az első 500 évnek a krisztológiai zsinatai az evangéliumot mentették meg. Többet nem mondj ilyent, hogy hiszek Jézusba, ez akkor dogmákba nem. Akkor nem hiszel Jézusba. A Szentírás nem tanít. A Szentírás bizonyít, az egyház tanít. Vegyétek a Szent Lelket. Majd eszetekbe juttat mindent. És a kereszténység azzal indul, hogy Isten emberré lett. Jézus Krisztusban. De most, akik megtértek, pogányok, mindenféle régi filozófiából kezdték megközelíteni, hogy hogy kell ezt érteni. És az egyház ekkor kezd fogalmazni, hogy nem így, nem így, nem így. És megragadja a misztériumot. De csak a partjait. Az eretnekség mindig racionalista. Ráció, ész. Ésszel akarja megérteni a megtestesülést. Ezért vonz nagyon sokakat az eretnekség, mert az ésszel érthető. Igaz, hogy értelemmel már problémák vannak. Más az értelem és más az ész. Az ész arra való, hogy megismerjük a világot, természettudományok, stb. Az értelem több. Miért? Értelem. Miért vagyok a világon? Miért az egész? A racionalizmus mindig leszűkíti az embernek a horizontját. Igen, és tulajdonképpen az ember maradt ki ebből a gondolkodásból. Isten valaki, személy. Most nézzük az emberi alapot. Két embernek a kapcsolatában is nem lehet ésszel megérteni, ami történik. Ha ésszel meg lehetne történni, érteni, akkor matematikával le lehetne írni azt, hogy mi a szeretet. És nem lehet leírni. De el lehet fogadni. És itt jön az értelem. Az értelem arra is képes, hogy értelmes dologként fogadjon el olyant, amit az ész nem tud fölfogni. Belemegy egy szeretet kapcsolatba. De a szeretetről, annak a mélységéről az ész, a fizika, matematika, biológia semmit nem tud. Semmit. Mert két ember szabad. És ami szabad, azt nem lehet kutatni ésszel. Az értelem nagyobb. Európa, félredobtad az értelmedet az ész miatt. Soha nem az evangéliummal van baj, nem a dogmákkal. Az emberi alappal van baj. Ezt kell mindig kimutatni. Igen, így fogadjuk el a megtestesülést is, Istennek ezt a közeledését, ha Isten valaki, már pedig csak valaki lehet, mert ha valami, akkor olyan, mint a mikrofon, hát akkor az nem lehet Isten. A világ energiák azok nem Istenek, ne dőljetek be ilyennek. Csak személy lehet az Isten.
És hogyha ő személy, akkor hogyan lehet egyedül? Az lenne az isteni pokol. De ezt már nem tudtuk, ezt kinyilatkoztatta is, hogy három személy. Testvérek, ezt el kell mondani a gyerekeknek, és ne nézzük le a gyereket. Nagyon értékelem, most olvastam az Új Emberben, Ferenc pápa beszél a gyerekekkel, és azok kérdezik, hogy te voltál legokosabb, hogy téged választottak pápának, stb. Mindenfélét. És mivel fejezi be, gyerekek? Hány Isten van? Egy. De három személy, kicsoda? Atya, Fiú, Szentlélek. Atya, Fiú, Szentlélek. Nem mond ellen semminek, mert egy isteni természet és három személy. Na most, hogyha Isten személy, akkor közeledik hozzánk, akkor ezt a közeledést el lehet fogadni, sőt, értelemmel meg lehet ragadni, de az ész itt lemarad. Persze, egyfajta csend is kell. Az imádásnak a csendje. A karácsonynak a csendje. Ugyanaz, mint az oltári szentség csendje, bemegyünk egy templomba. Ugyanaz, mint a Golgota csendje, vagy a sír, az üres sír csendje. Ugyanaz, amikor két ember szereti egymást, szerelmesek, de szentül szerelmesek. A személy a fontos, az a valaki és fölcseréletetlen, ott is egyszer csak beáll egy csönd. Ez a csend kell, hogy Isten jelenlétét megragadjuk. Ez is hiányzik a mai embernél, örökké beszélünk. Kisorosziban a polgármesteri hivatal kitüntetett egy családot, mert egy megvásárolt parasztházat úgy újítottak föl, hogy modernizálták, de megőrizték a parasztház stílusát. És az interjúban elmondta a férfi, a családap, hogy nagyon szeretek itt, rálátok a Dunára. A múltkor is. Kint ültem a hárs falatt az udvaron. Azt kérdezte a feleségem, hol vagy? Itt ülök a hárs falatt. Mit csinálsz? Szemlélődök. Hát az meg micsoda? Nézem a Dunát, és hagyom folyni. Testvérek, Pilinszky, Adi, József Attila megirigyelette volna ezt a mondatot. Ha ésszel gondolkodom, hogy például a Dunára szabad-e építeni itt meg ott egy erőművet, stb., vagy a törvényegyszerűségén, akkor most nem hagyom folyni, nem nézem. A szeretetben van egy ilyen elcsöndesedés, és hogyha ez kimarad a teológiából, akkor az mindig mérgezett teológia. Isten műveit nézni kell, mint a szeretetnek a műveit. Elsősorban a világot nézni, és kikapcsolni az észt, és bekapcsolni az értelmet. Mert a dolgoknak van egy csodálatos tulajdonsága, amit az ész nem is tud kutatni. Mi az? Nem az, hogy kemény, lágy, hideg, meleg, stb., hanem, hogy létezik. És nem mondjuk, hogy ez a tulajdonság mellékes. Nézni. Ha a teológia értelmi erőkifejtése mellett nincs ott ez a csönd, akkor eretnek ízű teológiát gyártanak a teológusok. A gyakvinói Szent Tamás órákat töltött a szentség előtt, és ő írta, imádlak áhítattal Isten rejtelem, aki a jelekben titkon vagy jelen, néked egész szívem átadja magát, mert téged szemlélve elveszti magát. Aztán persze bevetette az értelmét is, mert szeresd a te uradat, Istenedet teljes értelmedből. Most megint idézek 16. Benedek pápától. Ennek a mondatnak, ami a Hiszek egyben van, megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától is emberré lett,
Nézzük meg, mondja 16. Benedek, a nyelvtanát és a tartalmát. Testvérek, ahogy a gyermek Jézus kézbe lehetett fogni, és akkor áttöleltem az egész Istent. Ugyanúgy nem csak testbe öltözött az ige, hanem betűbe is öltözött. De meg kell fogni. Mi ennek a mondatnak a szerkezete? Azt mondja a pápa, talán nem figyelünk oda, hogy ennek négy alany szerepel itt. Szentlélek, Szűz Mária, megtestesült ő, tehát az Isten fia, és egy titokzatos negyedik, az Atyaisten, akiről épp az előbb mondtuk a Hiszek egybe, hogy Krisztus, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született az Atyától, de nem teremtmény. Valójában a Szent Háromságos Isten itt az alany. Az Atya cselekszik, a Szent Lélek és maga a Fiú Isten. Ezért szoktuk mondani, hogy hát a karácsony az Úr Jézus ünnepe, de úgyis az Atya Isten és a Szent Léleke is. Ez a mondat Istenről nem az örökké valóságot érintő állítást tesz, hanem az, hogy belelépett a történelmünkbe. És ebből a csendes kis mondatból egy dráma lesz. Mert az Isten most várja egy kis zsidó lánynak a válaszát. Akarod? Legyen meg a te akaratod. Micsoda dráma. Világdráma. Mária igenje nélkül Isten nem lett volna Emmánuel, velünk levő Isten. Így áll ez az asszony, írja a pápa, aki magát a Magnifikátba egy olyan kis szolgáló lánynak nevezi. Így áll az élő Isten megvallásának lényegében, és nem lehetséges őt onnét eltávolítani. Az élő és cselekvő Istenbe vetett hitünk az ő elhagyhatatlanul hozzá tartozik. Mária nem egy a szentek közül, akit tisztelünk. Hyperdúlia. Minden értelmet fölülmúló tisztelet, de nem imádás. A megtestesülésnek szüksége van elfogadásra. Mária teljesen átadja magát, testét és lelkét, és így lesz az Atyaisten fiának a Szentlélekben sátra. Eddig a pápa. Na most a Hiszek egynek ez az állítása, ez a csodája, hogy megtestesült a Szentlélek erejében, Szűz Máriától született és emberré lett. Egyébként a pápa is mondja, még a Liszt Ferenc Egyetemen tanítok, és tanítványaimat egyszer megkértem, hogy a nagy miségből, a nagy zeneszerzőknek szedjék össze a Hiszek egyből ezt a tételt. Et incarnatus est, testvér. Azt most meg kéne hallgatni. Egyszerűen mindegyik elhalkul a zene. Olyan imádás van benne. És minél nagyobb a zeneszerző, és minél nagyobb a katolikus hite, annál nagyobb csönd van a zenében. Ma az a baj, hogy ez a populáris zenében zaj van. Nincs csönd. Zűrzavar van. Micsoda hódolat, ha csak egyet is be tudnék most játszani. Na most a Hiszek egynek ez a mondatát megelőzi egy állítás, az, hogy hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Testvérek, a Szentléleknek egy különös kegyelme, és ebben mi részesedtünk. Ezt most nagyon évek óta nagyon megköszönöm a Szentléleknek.
együtt látni Isten műveit. És akkor olyan áttetsző ragyogás vesz körül bennünket, hogy nem tudjuk megosztani a hitetlenekkel, mert önmagába bizonyít. A teremtés. A teremtés ugyanúgy, mint a megtestesülés, a háromszemélyű egyisten műve. Csak azért nem emlegetjük külön a Szent Lelkét és a Fiút, mert hiszen a zsidóság is már tudott, meg a pogány is a teremtésről, de még csak az Istenről tudtak, akit azért atyának tisztelte. De a teremtés, a csillagvilág, az univerzum, az a Szent, nem egy különös, egyszemélyű Istennek, hanem a háromszemélyű egyistennek a teremtése. Igen, mind a hárman részt vesznek. Az Atya teremt a Fiúban, a Szentlélek által. Miért? Mert a teremtés már a názáreti Jézusnak, a majd megtestesülendő Isten fia testének az anyaga. Az atomvilág. Majd ebből lesz a földön az élő. És Mária méhébe Isten ebből teremt a Fiú Istennek testet. Tehát a csillagvilág az karácsonyért van. Előbb van Isten gondolatába az, hogy legyen Krisztus, mint hogy legyen világosság. Ő maga a világosság. Olyan nincs, hogy Isten teremtett valamiért, megteremtette az embert, az ember szakított vele, és most jut eszébe Istennek, hogy elküldi az ő fiát. Hát akkor érdemes volt bűnt elkövetni, ez pedig káromkodás lenne. Ez Szent Ferenc meglátása, testvérek, és boldog Dunszkótusz Jánosé, ezért érdemes ebbe a templomba jönni. Ez a szegény és egyszerű rendnek a világ legnagyobb kincse van. Az abszolúta inkarnáció. Tehát, hogy a megtestesülés nincs alávetve semminek, hanem minden abban áll fönn. Igen, a teremtés gondolata előbb van Isten gondolatában, mint a teremtés. Nyilván nem időrendben, mert Istenben nincs idő. Ó, testvérek, mennyit kéne tanulnunk újra? Itt van a kezemben a Szent Atanász féle hitvallás. Ezt el kellene olvasni. Amikor azt mondja, ez a katolikus hit, hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban, és háromságot az egyességbe, sem a személyeket egyben nem elegyítve, sem a lényeget el nem választván, mert más az Atya személy, Atyának a személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek egy az Istensége, egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökvaló és a fölsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek. Nem teremtetett az Atya, tehát nem teremtmény. A Fiú sem teremtmény, a Szentlélek sem teremtmény. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek. És mindenek által nem három örökké való van, hanem egy örökké valón. És így végig, megdöbbenve vettem észre, napi áldozó katolikus emberek, az, hogy született az Atyától a Fiú, azt úgy gondolták, hogy valamikor nem volt a Fiú. Nincs múltidő meg jelen idő. Eljutottunk a beszédnek a végső határáig. Ez is bizonyítja, hogy itt Istennel találkoztunk. Most is születik. És nem úgy, ahogyan egy nőtől születik a gyermeke. Csak mivel Jézus így nevezte magát, hogy Fiú. És az első szemét, hogy Atya. Nincs előbb az Atya, és nincs utóbb a Fiú. A Fiút nem hozta létre, hanem a viszonyuk az, hogy Atya-Fiú. Így nevezzük. És a tőlük születő Szentlélek nem harmadik az időben,
És mindent egyszerre tesznek. Testvérek, hát ebben állnak fenn a tavaszi virágok, a csillagvirág, ebben áll fenn a fiúnak a szerelme a lány iránt, ebben születik a gyerek, ebben halunk meg és támadunk föl. Minden szétesne. Igen. És így egészen másképp olvassuk mi az Ószövetséget. Amikor azt mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, azért ki az az ember? Az a názareti Jézus. Mi csak benne vagyunk. Mert ő az, aki az Istenhez hasonló, aki képe az atyának. És ha valaki kételkedik ebben a magyarázatban, akkor olvassa el a Kolosszei levélből az 1.14.17-et. Nagyon figyeljünk. Ő, Jézus, a láthatatlan kép, Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje, mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön. Tetszik hallani? Benne vagyunk teremtve. Tehát a karácsonyban van a világ mindenség. Benne teremtetett minden a mennyben és a földön, láthatók, láthatatlan, minden általa is érte teremtetett. Nagyon köszönöm. Ő előbb van mindennél, és benne áll fönn, egzisztál minden. És a zsidókhoz írt levélben, ebben a végső korszakban a fia által szólt hozzánk az atya, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Mint dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. Kedves testvéreim, igen, most egy picit nagyon figyeljünk. Ennek a világnak önmagában nincs értelme. Az anyagvilág nem tudja, hogy van. Van egy pici kis bolygó, a Föld. Ezen megjelent az élet. És itt van az ember. És az ember tudja egyedül, hogy van. És az ember tudja, hogy van ez a világ. Micsoda fönnség! Az ember személy, szabad, tehát a szabadsága a személye, az nem az apámból és anyámból van. Azt az egy két sejt egyesülésekor teremti az Isten. De az anyagba előtte nincs a személyünk. Na most, az ember kérdez rá arra, hogy mi ez a világ, honnét és miért. De az embernek viszont nincs értelme. Krisztus nélkül. Isten rögtön fölvette az első embert az Úr Jézus Isten fiúságába, aki majd évszázadok múlva megjelenik. A nagy testvér mintájára megadta nekünk az Isten fiúság kegyelmét. Az ember Jézus Krisztus kicsinyített mása volt a Földön. És ha nem vétkezik, akkor egy ártatlan emberiség várja a királyt, aki beteljesít mindent. De az emberiség szakított Istennel. És ez a nagy testvér akkor sem mondta, hogy na, akkor nem jövök el. Hiszen öröktől fogva csak ő benne van az embernek értelme, mert ő az Isten és ember találkozása. Ő ajándékozott meg minket a megszentelő kegyelemmel, az átistenítő kegyelemmel. Tehát mindenképpen eljött volna. De most, hogy az ember elszakadt Istentől, vállalja mi bűneinket is. Majd erről is beszélünk. Ez is ott van a Szent Misében, az oltári szentségben. De kedves testvérek, ezért
a szűzanya a teremtés paradicsomi állapotának világához tartozik. Azt mondja az angyal, üdvözlégy, örülj, kegyelemmel teljes. Vagyis nincs benned bűn, nincs benned áteredő bűn, nincs benned Istentől való idegenség. Ezért csodálkozik Mária, hogy mondhat ilyent ez az angyal. Paradicsomi állapotban van az ember. Igen ám, de van egy nehézség. Szent Pál azt mondja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy Isten mindent a bűn alá helyezett. Mária ádámi vadéka. Anna és Joakim, az ő szülei, egyszerű zsidó emberek voltak, nem egyszerű szentek voltak, de tőlük fogantatott. Tehát akkor ő is az Istentől elszakadt emberiségnek az egyede. Tehát akkor ő is áteredő bűnben kellett volna, hogy fogannjon. Az Istentől elvadult állapotba. És itt jön megint Johannes Duns Scotus, Boldog Scotus János, a ferences zseni, mert mindig kelet és nyugat egyháza hitte azt, hogy Mária független az eredeti bűntől. De hogyan lehet ezt összeegyeztetni? És azt mondja Scotus, úgy látszik, hogy Krisztus a megváltás gyümölcseit kétféleképpen osztja ki. Miután mi mindannyian elestünk, fölemel minket. Megadja a Szentlélek által a bűnbocsánat kegyelmét. Máriát viszont nem engedte elesni. Tehát a Mária fogantatásának pillanatában ott volt a kereszt áldozat erőtere, a föltámadás erőtere, a pünkösd erőtere. Hogy valaki ilyen tiszta igen tudjon mondani. A szűzanya teremtés paradicsomi állapotának világához tartozik. Ő az az Éva, aki nem evette a tiltott gyümölcsből. Nem akart Isten kegyelme nélkül olyanná lenni, mint az Isten, hanem Isten kegyelmével együttműködve akart élni. Igen, testvéreim, ez egy csodálatos mély titok. A bukott angyal arra kísérti Évát, hogyha esztek a fa gyümölcsével, olyanok lesztek, mint az Isten. Az az érdekes, a kísértés, ez nagyon ravasz kísértés, mert mit mond az Úr Jézus? Legyetek olyanok, mint az Isten, a mennyei atyátok. Hát akkor itt most mi a kísértés? Maga Jézus azt akarja, olyanok legyünk, mint az Atya Isten. És fiai is lesztek, ha úgy szerettek. Igen, de a módját rá kellett volna bízni Istenre. Nem. Egyetek bele, szegjétek meg, és magatok, tornásszátok föl magatokat Istenig. Tehát Éva kézbe vette a hogyant, a módot. És Ádám, majd mi Istennél leszünk a magunk erejéből. Nem az a kísértés, hogy Istenné lenni, Isten gyermekévé lenni, hiszen az volt Ádám és Éva csírájába, ez fejlődött volna ki, egy csodálatos jövőbe. Hanem a mód, hogy hogyan, és figyeltek az angyal üdvözletre? Miért befogansz fiút szűz? De hogyan? Férfit én még nem ismerek. Levizsgáztatja Mária az angyalt, hogy mit fog most mondani az angyal, és mit mond? Mária, Isten mindenható. Tudjátok, mit jelent ez egy zsidó számára? Hogy teremtő. Tehát a semmiből hozta létre a létezőket. Ez az Isten. Akkor Mária többet nem kérdez a hogyanra, nem mint Éva. Nem veszi kézbe a dolgokat. Nem gondolja azt, hogy Józseffel kell együtt lennie, hogy ez a fia megszülessen. Tehát Mária Isten kezébe teszi le azt, hogy hogyan. És Mária a megtestesülésre mond igent.
a teremtésre mond igent. Az ő igénye a megtestesülésre, a teremtésre mondott igenis. Mert a megtestesülésben áll fenn a teremtés. És itt van Szent Pálnak egy még titokzatosabb mondat a római levélbe, ha elárad a bűn, túlárad a kegyelem. Tehát Isten az örökké valóságban egyszerre látja a történelmünket, nincs előbb meg utóbb. Most itt van Éva, meg Ádám, és ő kézbe veszi a dolgokat. Azt mondja, hogy ne te működj, majd mi Istennél leszünk. Mária pedig azt mondja, nem tudom, hogy hogyan, de én akarom a megtestesülést, azt, amit Isten üzen. Na most ez a két igen, ez a nem és ez az igen, ez nincs egy szinten. Éva a megvalósulás módját tagadja. És ő akar, majd ez lesz a bábeli torony építés, tornyot építünk, ott befogjuk az isteni energiát, ugye? És akkor működtetjük vele még a hűtőgépet is. Arra való az Isten, hogy meggyógyítsunk csodafordító módon mindenkit. És a halál előtti örökké valóságot akarunk, jó néznénk ki. Köszönöm azt az örökké valóságot, én így nem akarok élni. A legboldogabban sem a Földön, örökké. Ez a nem, ez egy kisebb terület, mint Mária igénye. Mert Mária nem a megtestesülésre mond igent, a teremtésre mond igent. Milyen nagy az ember. Igaz, hogy Szent Ágoston azt mondja, aki téged megteremtett megkérdezésed nélkül, nem fog üdvözíteni a te beleegyezésed nélkül. Szabad vitatkoznom veled, Ágoston, Szent Ágoston, atyám. Még a teremtésnek sincs értelme nélkülünk. Mert ha egy ajándékot valaki nem ismer fel, hogy ajándék, hanem azt mondja, hogy majd megveszem, add ide, akkor megszűnt ajándéknak lenni. A világ pedig olyan ajándék, hogy minden porcikájában ajándék nem volt előbb, hogy megfogta Isten kézbe és neked adom, hanem a semmire szólt rá és lett. Ha most nem mondja egy teremtmény azt, hogy akarom, igen, akkor a semmibe hull, nincs értelme. Mária igénye tette lehetővé az abszolút igent, hogy megszülessék az isteni, az második isteni személy, Jézus Krisztus, aki abszolút igent mond az atyának, hogy köszönöm, atyám, ez az eukarisztia, ez a görög neve az oltári szentségnek, hálaadás. Testvéreim, nem jutottunk tovább, de ezeket őrizzétek a szívetekbe. Ezekről állandóan gondolkodni kell. És akkor ne csodálkozzunk, hogy a világ teremtésében van egy mozzanat, amit nem fogunk fel soha. Viszont megtörtént. És biztosan, hogy Isten van mögötte, mert miért nem a semmi van? Miért van a mindenség? A semmi az magától értetődő. Ha valami van, az nem értetődik magától, ott nagy probléma van. Ami létezik, annak el kellene süllyedni a semmiben. A nem magától értetődő létezésnek bele kellene süllyedni a magától értetődő nem létezésbe. Ez az Isten. És ez az Isten működött Mária méhében. Amikor testet alkotott, férfi nélkül, hogy az ő egyszülött fia emberként is az atyát nevezhesse igazán atyának, és elhozza nekünk az Isten fiúságot. És az oltáron a Szent Lelket kéri a pap, hogy változtassa át a kenyeret és a bort Krisztus testévé, aki az Isten fia, az ő dicsőséges testévé. Ugyanaz a Szentlélek, ugyanaz az Atya, ugyanaz a Fiú, és ugyanaz a teremtő erő. Amen.